Több száz éves szokás, hogy október végén, november elején kimegyünk a temetőkbe, és gyertyát gyújtunk elhunyt hozzátartozóink síremlékeinél. Különbséget kell tennünk Minden Szentek és Halottak napja között. Minden Szentekről mondjuk, hogy azok az emberek, akik már itt a Földön éltek, előttünk jártak a világba, és szentek, őrhájuk, emlékezünk ezen a napon. Az eredetileg katolikus ünnepet és népi hagyományait más felekezetek is átvették. Így nem csak a katolikus hívek ünnepe, hanem a reformáció több felekezete is elfogadta. A reformátusok szokásjog alapján a templomon kívül emlékeznek meg az elhunytakról. Az evangélikusok és az unitáriusok hivatalosan is elismerték. Amikor kimegyünk elhunyt szeretteink sírjaihoz, síremlékeihez, akkor tulajdonképpen nem csak azt az elvesztettséget, azt a veszteségérzetet élhetjük át, hanem megerősödhetünk abban a reménységben, hogy igazából hitünk szerint talán ők is az Isten kegyelméből egy új életre várakoznak. A bonyhádi evangélikus lelkipásztor szerint a november 1-i Minden Szentek ünnepe és a november 2-i Halottak napját azért keverik az emberek, mert egymás követő és hasonló rangú ünnepeket a zsidó-keresztény hagyományban mindig az előző estével, vagyis a napszáltával kezdték el ünnepelni. Ezért a Minden Szentek estéjén, napszáltakor mi már a Halottak napjára is hangolódunk.